Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Szikszón és Alsóvadászon is színvonalas műsorral ünnepelték államalapításunk ünnepét augusztus 20-án. Mindkét helyszínen az ilyenkor hagyományos kenyérszenteléssel vette kezdetét a programsorozat, ezt követték az énekes táncos produkciók, Szikszón pedig látványos tűzijáték zárta a napot. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Szikszó város vezetősége minden évben nagy hangsúlyt fektet államalapításunk évfordulójának megünneplésére. Idén is gondosan összeállított programokkal várták az ünneplő közönséget, és bár eredetileg szabadtérre tervezték a műsorokat, az időjárás miatt az Inkubátorház színház termébe helyezték át Szent István királyunk ünnepét. A bejáratnál lángossal és üdítőkkel várták az érkező vendégeket, majd a történelmi egyházak képviselőinek kenyérszentelésével és Füzesíri József polgármester úr köszöntőjével vette kezdetét az ünneplés. A meghívott vendégek között idén Szerencs város polgármestere is szerepelt, aki dicsérő szavakkal illette mind az eseményt, mind pedig Szikszó városának látványos fejlődését. Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad és vele közel embert megelégítettél. Magad uradtunk, áld meg ezen új kenyereket, melyet híveid Szent István tiszteletére és igaz hitben emlékezetére ajánlottak föl. Szaporítsd meg mindezeket a városban és az egész világon, és a belőlünk ízlelő híveket szenteld meg. Mert hogy mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünkinek mi dicsőítés zengünk, kezednek mi atyáddal a legszentebb jósságos és a lemenítő lelkedel együnk, most is mindenkor is örökkön örökké. Szentlélek valaszt és a szentelt vízre való meghintés által az Atyán és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Különleges ez a mai nap, hiszen hosszú-hosszú évek óta együtt ünneplünk, együtt ünnepeljük augusztus 20-át, és valahogy minden éven egy icipicivel magasztosabb lesz ez az ünnep. Számomra mindig nagy öröm, hogy a történelmi egyházak vezetői csodálatosan emlékeznek meg erről a számunkra azt gondolom, hogy a legfontosabb ünnepünkről, és én ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt már hosszú-hosszú évek óta megteszik, és azt hiszem, hogy Szikszó életében ez mindig egy nagyon fontos periódus lesz. Augusztus 20-a Szent István. Ezért hívott meg a polgármester úr, amit nagyon köszönök. És hát látom, hogy itt Szikszón megadják a módját egy ilyen augusztus 20-ai ünnepségnek. Nem ismeretlen a számomra természetesen Szikszó városa, én magam ennek a környéknek a mondhatom szülöttjeként, hiszen itt a egyik Kelet-Magyarország pici kis faluban nőttem föl. Szóval ismerős barátaim élnek itt, és egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget itt a mai napon. Én ilyen régi vágású ember vagyok, ahol meghívják az embert oda illendő elmenni. Ez a legfontosabb része, meg egy ilyen alkalommal, ami a magyar történelemnek szerintem a legmeghatározóbb alakjához kötődik, ilyen alkalommal szívesen jön az ember. Kötelesség, áldozathozatal, hazaszeretet. Ez mind tudta első királyunk. És én úgy hiszem, úgy gondolom, még akkor is, ha azt mondják, ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belelépni, hogy ismét itt állunk. Kötelesség, áldozathozatal, hazaszeretet. Mert, mint ahogy
hosszú-hosszú évszázadokon keresztül védte ez a kicsi nemzet egész Európát, éppen a kereszténységet védte Európában, megtért nemzetként. Úgy hiszem, úgy gondolom, hogy megint eljutottunk oda, hogy ennek a csepp nemzetnek, amely csak számosságában kicsi, ennek a kis nemzetnek kell ismét Európát megvédenie. Mi védjük ismét a kereszténységet és azt a filozófiát, ami Európát Európává tette. Természetesen az ember ilyenkor leginkább annak örül, amikor gyerekeket lát. Én magam eredetileg pedagógus vagyok ráadásul, tehát a gyerekek mindig nagyon kedvesek a szívemnek. Mint ahogy az előbb is mondtam, én úgy látom, általánosságban igaz ez, hogy az országban, és ez a vidékre szerintem halmozottan igaz, odafigyelnek augusztus 20-ára, odafigyelnek a Szent István napi ünnepre. Az, hogy itt mind a három nagy történelmi egyház képviseltette magát, az egy üzenet az összefogásról, arról, hogy mi a dolgunk, legalábbis az én számomra. Ez fontos. Szikszó az elmúlt években ennek a szellemiségnek köszönhetően a siker útjára lépett. Ma is befektetők figyelmük, minek központjában vagyunk, naponta 500 ezer ember mondja ki Szikszó nevét az ipari területünkön lévő beruházásoknak köszönhetően. Az új munkahelyek lehetőséget adnak arra, hogy képzett fiatalok itthon maradjanak, akik pedig kint élnek, hazaköltözzenek Szikszóra. Büszkék vagyunk arra, hogy Szikszón egyházi és állami iskola is működik ma már. De tudjuk azt is, hogy a tovább lépéshez más közösségekkel való együttműködés szükséges. Így Tokaj, Szerencs azok a települések, amelyek olyan értékrendeket képviselnek, történelmi hagyományokkal rendelkeznek, ami számunkra is fontos és követendő. Öröm számunkra, hogy ehhez a sikeres városok klubjához tartozhatunk a jövőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy Széchenyi István idézetével búcsúzzak Önöktől. Sokan azt mondják, azt gondolják, Magyarország volt. Én azt szeretném hinni, Magyarország lesz. Köszönöm szépen! A színpadon egymást követték a színvonalas műsorszámok.
Kovács Gábor szíkszói operaénekes ismét elkápráztatta a közönséget, Kereki Kristóf felkészítésével pedig a Betánia hittanos csoport is látványos előadással készült. Őket a gyönyörű népviseletbe öltözött Csikuska néptánc együttes követte, majd Farkas Tamás ünnepi zenés műsora után Csézi lépett színpadra, akiről kiderült, nem először jár szíkszón. Nagyon-nagyon sokat változott, nagyon szépült ez a város, úgyhogy teljesen bámultam, amikor elhagytuk a körforgót, hogy mennyire megszépült Szikszó. Ott szabadtéri rendezvényre készültünk, úgyhogy nagyon sok dalnak a remix verzióját választottam direkt azért, mert szabadtéren a lassú dal az nem úgy mozdul meg, úgyhogy sajnálom, hogy az idő bezavarta a közönséget egy kisebb terembe, de szerintem nagyon hangulatos kis társaság jött össze is. Amit lehetett, azt kihoztuk az estéből, azt gondolom. Aranyosak voltak az elején, picit visszafogottak, de általában ez mindenhol így van. És utána picit így jobban próbálom őket megnyitni, és meg is nyílnak. Szeretném megköszönni a művésznőnek ezt a ma esti csodálatos estét, és visszatérve egy 18 évvel ezelőtti augusztusi napra, hiszen én 2000-ben Mezőkövesre kerültem, és higgyétek el, volt ott egy 20 éves nő, gyönyörű lány, aki a matyók között a legszebb lány volt. Úgy hívták, hogy Csézi Böbe, és hál' Istennek akkor nálunk a televízióban dolgozott, nagy örömünkre, és én már akkor tudtam, hogy egy nagyon híres énekesnő lesz, és majd egyszer augusztus 20-án meghívjuk Szikszóra. Köszönjük szépen! Én nagy örömmel jövök akármikor, ha hívnak, de jövő héten találkozunk a polgármester úrral egy személyes baráti beszélgetésen, mert arra már régóta szeretnénk sort keríteni, és mindig csak egyeztettünk dátumokat, és most remélem sor kerül rá. Yeah.
Tasszóhoz hasonlóan Alsóvadászon is méltóképpen ünnepelték meg államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepét. A szervezőknek itt is meggyűlt a baja az időjárással, hiszen szintén szabadtérre tervezték az elmaradhatatlan kenyérszenteléssel egybekötött zenés-táncos ünnepét. Gondtalanul ünnepelni nem is olyan könnyű, hiszen ünnepeink mára gyökeresen átalakultak. Mi magunk alakítottuk át az elmúlt évtizedek során. Mégis elmondhatjuk, rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, augusztus 20-a, s benne első István király, soha el nem halványuló alakja, mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. Magyar vagyok, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt, a dajka felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Gondolatainkban sokszor kalandozunk régmúlt idők gyermekkorunk felé, felidézve drága szeretteinket, élményeket, szokásokat, boldog pillanatokat. És ilyenkor azt érezzük, hogy ott vagyunk a gyökereinknél, ott vannak azok a helyek, azok az emberek, akiktől körbefogva azokká lehettünk, akik ma vagyunk. És én hiszem azt, hogy ez így van egy nemzetnek a sorsában is, nem csak az egyéni életünkben. Az ünnepeink segítenek nekünk, hogy újra és újra megtaláljuk azt, ami állandó, ami nem változik, amiben lehet újra és újra kapaszkodni, vagyis lehet belőle erőt meríteni. És ilyen ünnep augusztus 20-a, amikor államalapító királyunkra, első Istvánra emlékezik az ország. Búza, 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 de szép te bla búza, annak közepébe kinyílott a lózsa. Tüskés annak minden ága, nem állja babám neva, csáda. Békesség Isten hozott mindannyiunkat nemzeti ünnepünkön. Augusztus 20-án István királyunk államalapítását ünnepeljük. Hálával emlékezünk arra, hogy bölcs elődeink voltak. És bőségesen van okunk hálát adni, hogy Isten már több mint 2 évezrede történelm viharain át is megőrizte a mi hazánkat, a mi népünket. Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki az 5 kenyeret megáldottad és vele 5000 embert megelégítettél, magad uralkodunk, áld meg ezen új kenyereket, melyet híveid Szent István tiszteletére és az igaz hitben elhunytak emlékezetére ajánlották föl. Szaporítsd meg mindezeket a községben és az egész világon és a belülünk ízlelő híveket szenteld meg. Mert te vagy, ki mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kérem, mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos, elevenítő lelkedel együtt most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen új kenyeret, a szent lélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az atyának és fiúnak és szent léleknek nevében. Küzdelem, hadd legyen így.
Thank you.
Kezdetét vette a vadászpatak medertisztításának második szakasza Szikszón. A patak mentén található gyomnövényzet kiirtását nyár elején kezdték el a munkások, most pedig a szakemberek tanácsára a hatékonyság növelése céljából megismétlik a vegyszeres tisztítást. A patak medertisztítása nagyon nagy problémát állított ugye a város elé, tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van a patak, és a patak medertisztítása ennek a szervezetnek a feladata. Miután aktív kapcsolatban vagyunk, szinte napi kapcsolatban velük problémák idején, ezért próbálunk velük mindenképpen megegyezni, hisz az önkormányzatnak egyik nagyon fő feladata, hogy ilyen esetekben az érvényben lévő jogszabályoknak próbáljon érvényt szerezni, még akkor is, ha netalántán egy kicsit háborúzni kell, akár a vízügyel, vagy bármelyik ilyen szervezettel. A vízügyesek azt mondták, hogy a patakmedernek a gépi tisztítása, tehát a kotrás, az csak 20 évente aktuális, mert ugye ők vízügyi szempontból meg tudják azt magyarázni, hogy miért nem lehet a patakmedret mélyíteni, hogy ugye a többi vízzel együtt az összefolyás biztosítva legyen, legalábbis nekünk ezt mondták, és ezért a vegyszeres megoldást ajánlották meg a városnak, úgyhogy a város megszerzi hozzá a közmunkásokat, és a vegyszert pedig a vízügy biztosítja. Nagyon nagy köszönettel tartozunk a járási hivatalnak, akik megengedték azt, hogy a városi közmunkások a patakmedernek az F-fajta tisztításában, illetve gyomtalanításában részt vegyenek. Nagyon ügyesen kivették a részüket, és a lehetőségekhez képest ezt a vegyszeres permetezővel történő kihordást, kiszórást, ezt szakszerűen, precízen elvégezték. Akik látták a patakmedret, láthatták, hogy abból a borzasztó nagy dzsumbújból azért eléggé összement a nád, és nagyon sok nád meghalt, elpusztult. Azt javasolták, hogy a kiadott vegyszerből kétszer permetezzünk az éven, a nyár elején és a nyár vége fele. Mind a két tanácsot meghallgattuk, a nyár elején lepermeteztük, láttuk az eredményeket, most pedig ma és holnap folytatódik a patakmedernek a vegyszeres nádírtása, gyomírtása. Én azt hiszem, hogy ez eredménnyel fog járni. Ha sikerülne, akkor talán még azt is meg tudnánk oldani, hogy a kipusztult nádat valamilyen úton, módon, vagy annak egy részét eltávolítsuk a patakmederből. A vízügytől erre is engedélyt kaptunk, illetve lehetőséget biztosítanak. Ha sikerül, mert nem tudjuk, ugye még nem mentünk bele a patakba, hogy kijönnek-e ezek a nádtövek onnan, vagy kiszedhetőek egyáltalán, vagy oda le vannak annyira nőve, hogy emberi erővel ezt nem lehet kiszedni. Viszont elhaltak, elpusztultak, reméljük nem fognak újra éledni. Nagy kapacitású permetezővel bővült a Szaló mezőgazdasági eszközparkja, így még gördülékenyebben halad a munka az önkormányzat kertjeiben. A laktanya területén található látványparkba pedig ismét új jövevény érkezett. Mivel önkormányzatunk a mezőgazdasági tevékenysége keretében a nagy létszámú állattartás mellett szántóföldi növénytermesztéssel, illetve fóliasátras, illetve konyhakerti növénytermesztéssel is foglalkozik, minden éven igyekszünk a település gép, illetve eszközállományát fejleszteni. Ehhez kapcsolódóan ez éven nemrégiben került beszerzésre a mögöttem látható szántóföldi korszerű permetezőgép, amely segítségével a szántóföldi növénykultúráink vegyszerezését a jövőben saját magunk meg tudjuk oldani, tehát nem kell lesz mezőgazdasági vállalkozó szolgáltatásait igénybe venni. A mögöttem látható permetező berendezés 500 literes tartállyal van felszerelve. Ezen a tartályon kívül egy kiegészítő tartály is található mellette, amely a tiszta víz szállítására alkalmas. Ezt a munkaterület mellett különböző a vegyszerzéssel összefüggő feladatok ellátására tudjuk felhasználni. A gép 12 méteres szórási szélességgel rendelkezik, tehát egyszerre nagy területeket meg tudunk majd belepermetezni. A szikszói járás napja augusztus 4-én pénteken Halmaj településen került megrendezésre. A Szaló község önkormányzata a legnagyobb létszámú kiállított állattal a tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vett ezen a rendezvényen. A jószágállományunkból néhány mintát vittünk fel,
tehát teljességgel nem tudtuk a rendelkezésünkre álló állatállományt bemutatni, illetve a közfoglalkoztatási programok keretében előállított egyéb mezőgazdasági termékeket, befőtteket, illetve savanyúságokat, térkövet, medellapot, általunk előállított széles termékpalettát tudtuk a rendezvényen bemutatni. Mint mondtam, teljes jószágállományunkat a rendezvény keretei miatt nem tudtuk a rendezvény látogatói számára bemutatni, azonban a rendezvény óta gyarapodott állatállományunk, ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél magasabb színvonalon folytassuk ezen tevékenységet Aszalón, úgyhogy ehhez kapcsolódóan egy tenyész kecske bak került megvásárlásra az elmúlt héten. Ez egy törzskönyves alpesi kecske, akitől az állomány nagymértékű feljavítását várjuk. Ő jelenleg egy fiatal állat, a későbbiekben tenyészbakként fogjuk használni, és reméljük tőle, hogy a kecske állományunk produktumát minél jobban fel fogja javítani. Ez mind vonatkozik a tejtermelésre, mind pedig a születő kiskecskék számára. Az új kecskebakunk törzskönyves, tehát államilag nyilvántartott állományból származik, minden szükséges állatorvosi igazolással rendelkezik, így a megfelelő engedélyek birtokában tudtuk csak telephelyünkre szállítani. Jelenleg a karanténban tölti ezt a bevezető időszakot, később csatlakozhat a meglévő állományunkhoz. Az állattenyésztésen és növénytermesztésen kívül Aszalói önkormányzata az adódó pályázati lehetőségek kihasználására is nagy hangsúlyt fektet. Ennek köszönhetően a településen található tájházat és a művelődési házat is napelemekkel szerelik fel, mellyel az említett épületek korszerű és energiatakarékos fűtését kívánják majd megoldani. Mivel az adódó pályázati lehetőségek kihasználásában mindig aktívan részt vesz településünk, nemrégiben egy örvendetes hírrel gazdagodtunk, ugyanis több mint 20 millió forint nagyságrend értékben a településünk tájházán, illetve a kultúrházon napelemek kerülnek majd elhelyezésre. Ezekkel későbbiekben energiatakarékossági szempontok szem előtt tartásával szeretnénk fűtéskorszerűsítési megoldásokat bevezetni. A mögöttem lévő tájház épületén a fűtéskorszerűsítést úgy fogjuk végrehajtani, hogy modern, hőlégbefúvásos rendszerrel fogjuk az épületet ellátni, ugyanis ennek egy részében az Aszalói Őszi Alkony Idősek Klubjának a rendezvényeit szokták megtartani az időskorúak, és a tájház épület külsejével, illetve belsejével egyéb fűtési rendszerek beépítése nem lenne összeegyeztethető, így olyan módon tudjuk ezt a fűtéskorszerűsítést megvalósítani a hőlégbefúvás segítségével, hogy az épület kinézetén nem fogunk változtatni, annak tájház jellegét a jövőben is meg tudjuk őrizni. A települési kultúrházon szintén elhelyezésre kerül napelemek, illetve itt a fűtés korszerűsítéshez csatlakozóan még egy biomassa kazán is beszerelésre fog kerülni, amely segítségével a mezőgazdasági területeinkről betakarított szalmabálás tüzelést fogjuk megvalósítani. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Lechner Herriettát látták a Szikszú TV 2017. évi 34. heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szikszú TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel találkozunk, a viszontlátásra!